Szép estét kívánok valamennyiüknek. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztel bennünket a mai estén. Alakuló ülésén kezdetén énekeljük el együtt a himnuszt. Nekem jutott az a tiszteltetés, hogy addig, míg az új polgármester Lenet teszi az esküt, én vezetem ezt az alakuló ülést. Kérem, hogy egy kis időmű összeállításnak az első részét hallgassuk meg egy vers formájában. Hazafelé az úton, a sötétség körbefon. Felé nyújtja karját, egy-egy lehajló faák hatalmas árnyékébe. Érzem az illatát otthonnak. Hazának? Vagy csak egy bérbeadott anyának? Mindegy. Más itt a lényeg. A csontig ható fájdalom, amiben belesajdulsz, mikor mindentől megfosztva érzed magad. Pedig a föld, mind lépkedsz, suttogva válaszol. Tiéd vagyok immár 1100 éve. Bármit hozott is évszázadok réme. Otthon csak itt vagy, ebben a hazában. Valahol Európában. Tisztelt alsónémére, kedves vendégek! Ma a 2019. október 13-i helyhatósági választás eredményeként megválasztott új képviselőtestület törvényi előírások szerinti alakuló ülésére kerül sor. Szeretettel köszöntöm még egyszer valamennyiüket, akik megtisztelték az október 13-án megválasztott új képviselőtestületet első egyben alakuló ülésén. Külön köszöntöm dr. Borbás István urat, a helyi választási bizottság elnökét. Valamint
valamint a helyi választási bizottság tagjait, akik itt az első sorban foglalnak helyet. A szavazatszámláló bizottságok tagjait. Az azon a napon megválasztott képviselőket. Az előző képviselőtestület megjelent tagjait. Az előző és leendő külsős bizottsági tagokat itt helyezkednek az előző. Kis Péter urat itt láttam a gyári állás képviseletében. Kedzsőasszonyt. A Széchenyi István Általános Iskola, a Szivárvány Napközotthonos Óvoda és e ház intézményvezetőit. A polgármesteri hivatal és az intézmények dolgozóit. Házi orvosainkat, egyházközségeink és civil szervezeteink megjelent képviselőit. És nem utolsó sorban családtagjainkat, rokonainkat, barátainkat. Engedjék meg, hogy először is átadjam a szót dr. Borbás István úrnak, a helyi választási bizottság elnökének, hogy tartsa meg a tájékoztatóját a helyhatósági választásokról, ismertesse az immár jogerős eredményeket. Tisztelt megjelentek! A helyi választási bizottság elnökeként köszöntöm Önöket. Kötelességem, hogy tájékoztatást adjak a lezajlott helyhatósági választásról, annak tapasztalatairól, eredményéről. A választások kiírása után a megválasztott helyi választási bizottság megkezdte munkáját. Kijelentem, hogy a bizottság a törvényi előírások maradéktalan betartásával dolgozott. 3 fő polgármester jelöltet és 24 fő képviselő jelöltet vettünk nyilvántartásba. A helyi választási bizottság 8 alkalommal ülésezett és összesen 41 határozatot hozott. A kampány során 3 választási kifogás érkezett, amelyekről a bizottság egy esetben helyben hagyta a kifogást, 2 esetben elutasította. A határozatok, a jegyzőkönyvek nyilvánosak, a település honlapján bárki megtekintheti azokat. Október 13-án a település 5 szavazókörében voksolhattak a választópolgárok. A szavazás szép őszi időjárási körülmények között különösebb probléma nélkül zajlott le, írásos kifogás a szavazás napján nem érkezett a bizottsághoz. A négy jegyzék Alsónemedi településen 4227 fő választópolgár tartalmazott. 2086 fő választópolgár járult az urnákhoz, és ez azt jelentette, hogy az országos 48,58%-os megjelenési arányhoz viszonyítva a településen egy kicsit magasabb, 49,35%-os volt a megjelenési arány. Este 7-kor a szavazókörök bezártak, és a szavazatszámláló bizottság megkezdték az urnák bontását és a szavazatok számlálását. A polgármesteri előzetes eredmények viszonylag gyorsan megérkeztek, de természetesen a képviselő eredmények és a megyei közgyűlés tagjaira vonatkozó voksok számlálása és az alakszerű jegyzőkönyvek kitöltése igen időigényes munka volt. Ennek okán hétfőn a hajnali órákban tudta a választási bizottság a választás eredményét megállapítani, és az eredményről a jegyzőkönyveket elkészíteni. Így itt, Alsónémedin, október 14-e volt az eredmények megállapításának időpontja. Az eredményt megállapító határozatokat a választási iroda a jelölteknek, a jelölő szervezeteknek megküldte, és a település honlapjára is felvitte. A jogorvoslati határidő 2019. október 17-én 16 órakor lejárt.
Ezen belül jogorvoslati kérelem nem érkezett, így a választás eredménye jogerőssé vált. Most szavazólap típusonként ismertetném a választás részletes eredményét. A megyei közgyűlés tagjainak választása. A közgyűlés tagjaira leadott szavazatok megyei szinten összegződnek, a most ismertett adatok kizárólag az alsó némedi számokat tükrözik. Névjegyzékben szereplők száma 4227, szavazóként megjelentek száma 2086, urnában lévő bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 1. Az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 2086. Eltérés a szavazóként megjelentek számától nem volt. Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 120, az érvényes szavazólapok száma 1966. Az érvényes szavazatok megosztása. Momentum mozgalom 252 szavazat. Fidesz, KDNP 1196, Magyar Szocialista Párt 81, Jobbik 236, Demokratikus Koalíció 201. A képviselő választás eredményeit olvasom fel. A névjegyzékben szereplők száma 4227. Szavazóként megjelentek száma 2086. Urnában lévő bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 1. Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 2086. Eltérés a szavazóként megjelentek számához képest nem volt. Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 38. Érvényes szavazólapok száma 2048. Az érvényes szavazatok megoszlása a következő. Dr. Nagy Vilmos úr 1283 szavazatot kapott. Kozma Miklós úr 834 szavazatot kapott. Dr. György Palás úr 828 szavazatot kapott. Varga László úr 819. Dr. Fejes József úr 803 szavazatot kapott. Török Lajosné 801 szavazatot, Józan Menyhért 800 szavazatot kapott, Szabó Kálmán 768 szavazatot, Mészáros Zoltán úr 655 szavazatot kapott, Szántó Erzsébet asszony 645 szavazatot, Bálint Sándor úr 629 szavazatot, Szabó Éva asszony 604 szavazatot, Nagy Zoltán 598 szavazatot kapott, Pálos Ferenc úr 526 szavazatot, Sándor Miklós úr 504 szavazatot, Kozma Attila úr 480-at, Kun Oszkár Tibor úr 378-at, Szerémi Szabolcs úr 279-et, Kecskeméti Szilvia asszony 260-at, Szarka Zoltán úr 249-et, Dimitrov Péter úr 230-at, Dés Györgyné asszony 163-at, Szabó Zsolt úr 150-et, Földesi Gábor úr pedig 140 szavazatot kapott. A 8 legtöbb szavazatot elért jelölt, és ezáltal a megválasztott képviselőtestület tagja, Dr. Nagy Vilmos 1283 úr, Kozma Miklós úr 834, Dr. György Balázs úr 828, Varga László úr 819, Dr. Fejes József úr 803, Török Lajosné asszony 801, Józan Menyhért úr 800, Szabó Kálmán 768 szavazattal. Most ismertetném a polgármester választás eredményt. A névjegyzékben szereplő száma 4227. Szavazóként megjelentek száma 2086. Az urnában lévő bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 0. Az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 2087.
eltérés a szavazóként megjelentek számától egy. Azaz egy. Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 28, az érvényes szavazólapok száma 2059 volt. Az érvényes szavazatok megoszlása pedig a következő. Dr. Tüske Zoltán úr 925 szavazatot kapott. Vince József úr 919 szavazatot kapott, Névedi Erika asszony 215 szavazatot kapott. A település megválasztott polgármestere Dr. Tüske Zoltán úr. A helyi választási bizottság valamennyi tagja nevében is gratulálok a megválasztott testület tagjainak. Őszintén kívánok munkájukhoz kitartást, megfontoltságot, vezérelje önöket embertársaik szeretete, hozzanak bölcs döntéseket, törekedjenek arra, hogy az alsónegyedik polgárokban az egység és a közösségi érzés felülkerekedjen a megosztottságon, és képviseljék tisztességgel alsónegyedi lakosság közös érdekeit. A Jóisten segítsen önöket! Bejelentem, hogy a vonatkozó törvényi előírások szerint a megválasztott képviselőknek esküt kell tenniük, a polgármesternek pedig a már leesküdött képviselők előtt kell majd az esküt letenni. Felkérem Varga Sárát az esküszöveg előolvasására, képviselőket pedig arra, hogy az eskütételre szíveskedjenek felállni. Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy ismételjék utánam az esküszövegét. Az én után kérem mindenki mondja a saját nevét. Én... Dr. Fejes József. Török Alessi. Bodna Miklós. Szabó Kálmán. Józan Megyér. Marga László. Dr. Nagy Vilmos. Dr. György Balázs. Becsületemre. És lelkiismeretemre fogadom. És lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez. Hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Alsónémedi fejlődésének. Előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen. Kérem a képviselőket az esküdoklánk aláírására és a megbízó legyen átvételeket. Józan Megyér.
Dr. Mark Vilmos. Dr. György Barnáki. Kérem polgármester urat, hogy ismételjem utánam az eskü szövegét. Az én után kérem mondja a nevét. Én... Tüske Zoltán. Becsületemre... Becsületemre... És lelkiismeretemre fogadom... És lelkiismeretemre fogadom... Hogy Magyarországhoz... Hogy Magyarországhoz... És annak alaptörvényéhez... És annak alaptörvényéhez... Hű leszek... Jogszabályait megtartom... És másokkal is megtartatom... Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat... Alsónémedi fejlődésének... Előmozdítása érdekében... Lelkiismeretesen teljesítem... Tisztségemet... A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszöntsek mindenkit, aki eljött és személyesen itt van a képviselőtestület alakuló ülésén. Miután levezető elnök úr nagy részletességgel köszöntött mindenkit, aki itt megjelent, így én ennek a felsorolását mellőzöm. Ellenben szintén nagy szeretettel ugyanúgy köszöntöm őket, ahogyan a levezető elnök úr tette. Azonban kiegészítem ezt a köszöntőt egy személyes köszöntéssel, mégpedig hálával köszöntöm minden családtagomat, minden barátomat és támogatónkat, akik a választási kampány során önzetlenül segítettek nekem és a velem induló képviselőjelölteknek, hiszen nélkülük és a választópolgárok nélkül most nem állhatnék itt. Köszönöm. Most pedig engedjék meg, hogy a kialakult gyakorlatnak megfelelően ismertessen polgármesteri programomat. Általánosságban jelzem mindenki felé, hogy nyitott leszek mások véleményének, kritikáinak meghallgatására és ezek figyelembevételére, hiszen senki, így én sem vagyok tévedhetetlen.
Kétségkívül úgy juthatunk el községünk ügyeiben az érintettek számára leginkább megfelelő megoldáshoz, ha nyitottak vagyunk az építő vitára, a párbeszédre és a kompromisszumra. Polgármesterként biztosítok mindenkit afelől, hogy törekedni fogok a képviselőtestülettel és a bizottságok tagjaival a demokratikus együttműködésre. Ennek ékes példájaként hivatkozom, hogy a megválasztott képviselőkkel ezen a héten egy informális megbeszélés keretében alig több mint egy óra alatt sikerült nekünk eljutni odáig, hogy megállapodtunk a képviselőtestület bizottsági szerkezetében, a képviselőtestület elnökeinek személyében, külsős tagjainak személyében és egyáltalán az összetételében. Azt gondolom, hogy ez bizonyítja, hogy mind én, mind pedig a különböző oldalról bekerült képviselők igenis a falu ügyeit helyezik előtérbe, igenis a faluért akarnak együttműködve dolgozni, ez már most köszönöm. Ki fogom kérni az ügyek végrehajtásában résztvevő hivatali és intézményi dolgozók szakmai véleményét, és ezt igyekszem a falu javára használni. Törekedni fogok arra, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél egy kiegyensúlyozott, a kölcsönös tiszteleten alapuló munkakapcsolat alakuljon ki, hiszen ez a hatékony működés záloga. Ahogyan azt a hivatali dolgozóknak is elmondtam, kis értekezletünkön, alapelvem, hogy minden, ami eddig jó volt, azt meg kell őrizni, amit szükséges, azt meg kell változtatni, ami pedig rossz volt, azt meg kell szüntetni, mert csak így tudjuk a némedi emberek érdekeit szolgálni. Garantálom az önkormányzat korrupciómentes működését, mert ez megint alapvető érdeke Némedinek. Kiemelt feladatnak tekintem a helyi demokrácia kiszélesítését. Szükségesnek tartom a község életét érintő lényeges kérdések tekintetében, lakossági fórumok szervezését, esetleg kérdőívek kiküldését, ha kell, helyi népszavazás, referendum megtartását, és természetesen szükség esetén, helyi egyházközségeink, civil szervezeteink véleményét igyekszem kikérni, hogy a legalaposabb döntések kerüljenek meghozatalra. A magam részéről a demokratikus alapokon nyugvó önkormányzati döntés egyik fő pillérének tekintem a társadalmi párbeszéd kiszélesítését. Mindezek előrebocsátása után szeretnék címszavakban falunkkal kapcsolatos jövőbeli elképzeléseinkre utalni. Először is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy magam is támogatom az uszoda megépítését. Ez az egyébként 2000-es évek elejére visszanyúló gondolat már dr. György Barázs idején felmerült, és az akkori képviselőtestület maga is indokoltnak látta az uszoda megépítését. Ez ma is így van, ma is igaz. Az uszoda megépítése kapcsán természetesen támaszkodni akarok az Alsó-Némedi Vízisport Egyesületre, és velük együttműködve szeretnék ebben az ügyben dolgozni. Kiemelt feladatnak tekintem az Árpád utca főút kereszteződésének a rendbetételét, mert véleményem szerint az így nem maradhat, ez ahelyett, hogy szolgálná az emberek javát, inkább bosszantásunkra szolgál. Úgy gondolom, hogy nem úgy gondolom, tudom, hogy az Alsó-Némedin a két egyházközség évszázadok óta teremt nagy létszámú közösséget. Évtizedes múltjuk van a sport jegyében működő különböző szervezeteknek, így az Alsó-Némedi Sportegyesületnek és a helyi kispályás futballcsapatok közösségének. Jelentős múlttal rendelkezik már Alsó-Némedin a működő nyugdíjas klub is. Ezek a közösségek azért tudtak és tudnak ilyen hosszú időn keresztül fennmaradni, mert értékes üzeneteket közvetítenek a tagjaik számára. Véleményem szerint ezek a közösségek Alsó-Némedi anyagi erejéhez mérten alacsony szintű támogatást kaptak, ezen tehát változtatni kell. Szeretném mondani a katolikus egyházközségnek, hogy elképzeléseim szerint a Schuller-csarnok helyén nem szolgáltatóház fog épülni, vagy legalábbis nem olyan léptékben, mint ahogy tervbe volt véve, hanem parkolóhelyeket igyekszünk kialakítani, hiszen számtalan vonatkozásban ez hiányzik. Ugyanígy szeretném tájékoztatni a református egyházközség tagjait, híveit, hogy rövidesen indulni fog a Templom utca felújítása,
remélhetőleg megegyezünk abban a műszaki tartalomban, ami az ott élők javát leginkább szolgálja. Ugyancsak fontos önkormányzati feladatnak tekintem, függetlenül az oktatási rendszer átalakításától, az óvodai és iskolai oktatás támogatását, hiszen így szolgálhatjuk leginkább gyermekeink érdekeit. Azt gondolom, hogy itt az önkormányzatnak a jelenleginél nagyobb felelősséget kell vállalnia, és itt nem jöhet szóba a pénzügyi kicsinyesség. Az új egészségház megépítése lehetőséget ad arra, hogy megpróbáljunk szélesebb szakorvosi ellátást szervezni Alsó-Némedire, az itt lakók kényelmének, egészségének biztosítására. Szerintem évtizedes igény, hogy Alsó-Némedin létesüljön egy idősek otthona. Az otthont úgy szeretnénk létesíteni, hogy az alkalmas legyen állandó bentlakásra és napközbeni ellátásra egyaránt. Természetesen az idősek mellett gondolnunk kell fiataljainkra is, hiszen számukra kultúrát, zenés és kulinális élvezeteket biztosító hely mindenképpen szükséges lenne a meglévőkön kívül. Ennek érdekében szerintem fontos lenne annak körbejárása, vizsgálata, hogy a falu közigazgatási területén, de a lakóövezeten kívül hol lehetne létesíteni több funkciós, nagyobb számú vendég fogadására alkalmas rendezvényházat, zenés szórakozó helyet. Ez részint szolgálhatná fiataljaink helybéli szórakoztatását, másrészt alkalmas lenne olyan alkalmi rendezvények megtartására, egy esküvő, egy keresztelő, egy ballagás is sorolhatná. Már 5 évvel ezelőtt is felmerült az igény, és úgy gondolom, hogy ez a mai napig fennáll, hogy épüljön Alsó-Németiből Dunaharasztiba kerékpárút. Ahogy hallottam, ez irányba már történtek lépések a polgármesteri hivatal részéről, ezek ismeretében el kell indulni a megvalósítás irányába. A másik gondolatom, hogy miután Alsó-Németi Dunahareszti felé eső részén sok fiatal gyermekes házaspár él, ezért játszóteret kellene létesíteni a Róna utca környékére, ha megtaláljuk közösen az erre alkalmas helyet. Kiemelten fontos feladatnak gondolom, hogy a Dunaharasztiról Alsó-Némedire érkező gépjárműforgalmat lassítsuk. Sok ember igénye ez, hiszen az M0-ás építkezés miatt egyrészt jelentősen megnőtt a Harasztiból Némedi felé áramló gépjárművek mennyisége, másrészt valóban vannak nagyon sokan olyanok, akik ugye nem tartják be a sebességkorlátozásokat. Legcélszerűbb egy fix sebességmérő kapu látszik, hiszen így biztosan minden gépjármű vezető a büntetés elkerülése érdekében lelassít a megengedett sebességre, tehát nem 80-nal vagy 100-zal érkezik a faluba. Szintén fontos feladatnak gondolom, hogy a település központ fejlesztése kapcsán az új polgármesteri hivatal megépüljön. Még csak néhány napja veszek részt a polgármesteri hivatal munkájában, de nagyon alaposan átgondolva olyan helyszűke van, hogy mindenképpen indokolt elővenni az új polgármesteri hivatal megépítését. Megnézzük a terveket, és ahogy erre anyagi lehetőség, illetőleg megfelelő előkészítés van, nekiállunk az építkezésnek. Végezetül ide kapcsolódóan egy nagyon fontos kérdéskör, hogy a jövőben az önkormányzati beruházásokat nagyon alaposan elő kell készíteni, hogy a megvalósuló beruházások ne kerüljenek rendre sokkal többe, mint amennyire azokat az elején felmértük. Az alapos előkészítéssel elkerülhető, hogy Alsó-Némedin indokolatlan, rosszul kivitelezett, vagy éppen átgondolatlan beruházások valósuljanak meg. Fontos e körben, és szeretnék ebbe az irányba nyitni, hogy a helyi vállalkozókat természetesen a jogszabályi keretek maximális betartásával, de megszólítsuk, és ha helyben munka van, akkor azokat ne idegen vállalkozók végezzék el az önkormányzati megrendelések esetében. Úgyhogy korrupciómentes gazdálkodást, támogató hivatali légkört és szolgáltató polgármestert kínálok Önöknek. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Thank you.
Köszönöm szépen. És most a képviselőtestülethez szólok. Megállapítom, hogy a képviselőtestület minden tagja megjelent ezen az ülésen. Így tehát a képviselőtestület határozott képes. Megnyitom az alakuló ülést. Javaslatot teszek a korábban kiküldött napirend elfogadására. Minden képviselő ezt ismeri. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele, kiegészíteni valója. Amennyiben nincs, úgy felkérek mindenkit, hogy kézfeltartással jelezze, hogyha egyetért a kiküldött napirenddel. Megállapítom, hogy egyhangulag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselőtestület elfogadta a napirendjét. Bejelentem, hogy a törvényi előírások szerint meg kell állapítani a polgármester illetményét, ezért felkérem jegyzőasszonyt, hogy szíveskedjék ismertetni a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! Magyarország helyi önkormányzataihoz szóló törvény értelmében a polgármester illetményre és költségtérítésre jogosult a törvényben rögzített számítási mód szerint. A polgármester illetménye, figyelembe véve, hogy Alsó-Némedi a törvény 5001-től 10000 fő lakosságszámú település kategóriájába esik, a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetmény kiegészítéséből, vezetői illetmény pótlékából álló illetményének a 60%-ával egyezik meg. Ezen számítási mód alapján a polgármester a vonatkozó jogszabály szerint megillető illetmény összege havi bruttó 598.300 forint. Szintén a már hivatkozó törvény szerint a főállású polgármester havonta illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. Ennek összege havi bruttó 89.745 forint. Bár fentiek törvényi előírás és betartásuk kötelező, szükséges egy deklaratív határozat meghozatala a polgármester úr alkalmazási okiratának elkészítéséhez és a magyar államkincstár felé történő megküldéséhez. Ezért kérem Önöket, hogy nyilvánítsák majd ki, hogy támogatják az alábbi határozati javaslatot. Alsó-Némedi Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete dr. Püske Zoltán polgármester juttatását megválasztásától, azaz 2019. október 13-tól az MÖTV 63 paragrafus és 71 paragrafusában foglaltak figyelembevételével állapítja meg, így illetménye havi bruttó 598.300 forint, költségtérítése havi bruttó 89.475 forint, és a testület kérje a jegyzőt, hogy a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos szükséges rendőrk elvégzéséről gondoskodjon. Kérem, hogy szavazzanak együtt. Egy tartózkodással, megállapítom, hogy 8 igen, egy tartózkodással a határozatot a képviselőtestület érvényesen elfogadta. A napirenden tovább haladva következik az alpolgármester személyének megválasztása. A vonatkozó előírások szerint az alpolgármester személyére a polgármester jogosult javaslatot tenni. Ezt én megteszem dr. Fejes József képviselő személyében, akinél a kvalitás, a szakmaiság és a fiatalos lendület triumvirátusától nagy segítséget várok mind magamnak, mind pedig községünknek. Van-e valakinek kérése, eltérő véleménye? Akkor bejelentem, hogy az alpolgármester titkos szavazással lehet megválasztani, mely választás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot kell alakítani. Javaslatot teszek a bizottság összetételére. Elnöknek felkérném dr. Nagy Vilmost, tagoknak Török Lajosnét és Szabó Kálmán urat. Megkérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy aki egyetért a javasolt személyekkel, kérem tartsa fel a kezét.
Megállapítom, hogy 7 igen, 2 tartózkodással a szavazatszámláló bizottságot felállította a képviselőtestület. Köszönöm. Kérem a jegyzőt, hogy készítse elő a szavazást, a megválasztott bizottságot, hogy folytassa le azt, és állapítsa meg eredményét. A szavazás időtartamára szünetet rendelek el. Kérem mindenkinek a figyelmét. Akkor elrendelem a testületülés folytatását. Felkérem dr. Nagy Vilmos elnök urat, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt megjelentek! A szavazatszámláló bizottság elvégezte a munkáját. Megállapítottuk, hogy az urna a lezáráskor üres volt. Majd a felbontáskor az alábbi
eredményeket állapítottuk meg. Szavazásra jogosult testületi tagok száma 9, az urnában lévő szavazólapok száma 9, ezek között érvénytelen szavazatok száma nem volt, tehát 0, érvényes szavazatok száma 9, melyből 9 igen szavazat érkezett, és 0 nem szavazat volt. Mindezek alapján a bizottság megállapítja, hogy a titkos szavazás érvényes volt, és a polgármester által alpolgármesternek javasolt személy megkapta a szükséges minősített többségű igen szavazatot. Így a település megválasztott alpolgármestere dr. Fejes József. Gratulálunk, tisztelt jelenlévők, a megválasztott alpolgármesternek ebéli minőségében is esküt kell tennie, ezért kérem Varga Sárát az esküszöveg előolvasására. Kérem a polgármester úr, hogy ismételjem utánam az esküszövegét. Az én után mondja a saját nevét. Én? Dr. Fejes József. Becsületemre? Becsületemre. És lelki ismeretemre fogadom? És lelki ismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz? Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez? És annak alaptörvényéhez. Hű leszek? Hű leszek. Jogszabályait megtartom? Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom? És másokkal is. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladatokat. Alsónémeri fejlődésének. Alsónémeri fejlődésének. Előmozdítása érdekében. Előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem. Felkérem az alpolgármestert, hogy írja alá az esküokmányt. Átlépünk a következő napirendre, ami megint csak törvényi előírás, nevezetesen meg kell állapítani az alpolgármester tiszteletdíját. Felkérem jegyzőasszonyt, hogy szíveskedjék ismertetni a törvényi előírásokat. Tisztelt jelenlévők, az alpolgármester szintén a törvényi keretek között jogosult tiszteletdíjra. A Alsónémedi önkormányzatának hatályos szervezeti és működési szabályzata szerint a polgármester munkáját településünkön egy fő társadalmi megbízatású alpolgármester segíti. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselőtestület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester törvény szerinti tiszteletdíjának 90%-át. Miután a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a törvény szerint 269.200 forint lehet, így az alpolgármester tiszteletdíja ennek a díjnak a 90%-áig, tehát maximum 242.280 forintig terjed. Ezen felül az alpolgármester szintén jogosult tiszteletdíjra, amely hasonlóan a polgármesterhez, a költségtérítéshez a tiszteletdíj 15%-ának megfelelő. Köszönöm szépen. Az ismertetett szabályok alapján javaslatot teszek a kiküldött írásbeli előterjesztésnek megfelelően arra, hogy az alpolgármester tiszteletdíja legyen 240.000 forint per hó, és ehhez 15%-os költségtérítést kapjon 36.000 forint per hó összegben. Kérdezem, hogy ehhez a képviselőtestületnek van-e kérdése, ellenvéleménye, más javaslata? Igen. Én csak azt szeretném mondani, hogy ezek az összegek a polgármesternél is, a polgármester is megállapítása következik a rutka összegek, hogy ezt így értse mindenki természetesen. Köszönöm. Kérem akkor, hogy aki egyetért a javaslatommal, az kéz felnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 8 igen, 1 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta az alpolgármesternek a tiszteletdíját, illetőleg a költségtérítését. A következő napirend az önkormányzat szervezet és működési szabályzatának a módosítása. Ezzel kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy a törvényi előírások szerint 6 hónapon belül köteles a képviselőtestület a szervezet és működési szabályzat teljes felülvizsgálatára. Most jelenleg egy korrekció lesz, egyrészt a megválasztott bizottságok és azok tagjai kerülnek bele a szabályzatunkba, másrészt a bizottsági struktúra, amely lényegét tekintve ugyanaz, mint eddig volt, annyiban mégis kiegészítésre szorul, hogy szeretnénk a kulturális bizottság nevében a sportszót szerepeltetni, mégpedig hangsúlyosan utalva ezzel az uszodaépítés fontosságára. Itt ismertetném az előzetes egyeztetettek alapján a bizottságok összetételét, illetőleg, hogy háromféle bizottság lenne az eddigi rendszernek megfelelően, egy pénzügyi, jogi, ügyrendi és tájékoztató bizottság, ahol elnök lenne dr. György Balázs, a képviselőtestület tagjai közül a tagok Józa Mennyért, Kozma Miklós, dr. Nagy Vilmos, külsős tagok Molnár Krisztián, Pálos Ferenc és Sándor Miklós. A második bizottságunk lenne a Kulturális Sport Egészségügyi Szociális Bizottság, amelynek elnöke lenne Török Lajosné, képviselőtestületből tagok Kozma Miklós, dr. Nagy Vilmos, Varga László, külsős tagok Kis Istvánné, Kovács Róbert és Szántó Erzsébet. Végül a harmadik bizottságunk a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, ahol elnök lenne Szabó Kálmán, tagok a képviselőtestületből dr. György Balázs, Török Lajosné, Varga László, külsős tagok pedig Kis Béla, Kozma Attila és Mészáros Zoltán. Kérdezem azt, hogy ehhez képest a képviselőtestületben bárkinek más véleménye, eltérő javaslata van-e, mert ha nem, akkor ugye tovább tudunk lépni az SMS módosítása irányába. Kérdezem. Ha nincs, akkor felteszem az általam javasolt SMS módosítást elfogadásra. Kérem, hogy aki egyetért ezzel a módosítással, az kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselőtestület az előterjesztésnek megfelelően az SMS módosítást elfogadta. Kérem a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. Erre a pár percre ismételten szünetet kell, hogy elrendeljek, hiszen ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, és a külsős bizottsági tagok is le tudják tenni az esküjüket, ezért ki kell hirdetni ezt az SMS módosítást, ezt a rendeletet, melynek száma 10/2019, római 10/24.
rendelem a képviselőtestületi ülés folytatását. Bejelentem, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019 római 10/24. Önkormányzati rendelet kihirdetésre került, és egyúttal hatályba is lépett a mai napon. A következő napirendünk ez alapján a külsős bizottsági tagok eskütétele lesz. A megválasztandó külsős bizottsági tagoknak ugye esküt kell tenni. Kérem Varga Sárát az esküszöveg előolvasására, az érintetteket pedig kérem, hogy álljanak fel, és tegyék be az esküt. Kérem a bizottságok megválasztott külsős tagjait, hogy ismételjék utánam az esküszövegét. Az én után kérem mindenki mondja a saját nevét. Én... Kisbéla, Kozma Attila, Mészáros Zoltán, Szántó Erzsébet, Kisbéla, Kovács Robert, Dolnár Keszi, Sárgó Mikros, és lelki ismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Bizottsági tisztségemből eredő feladataimat alsónémeli fejlődésének Előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. És felkérek mindenkit, hogy egyenként legyen szíves feljönni ide a jegyzőasszonyhoz, és az esküvő okmányt írja alá. Köszönöm, és akkor átérünk a következő két napirendre, ahol a Kertváros Önkormányzati Társulás társulási tanácsába kell tagot delegálnunk. Ugye a
az önkormányzat törvényes képviselője a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester jár el. A kiküldött előterjesztésnek megfelelően kérem a határozat meghozatalát, a képviselőtestület felé javaslom. Kérdezem, hogy van-e kérdés, más vélemény? Akkor kérem, hogy aki egyetért a kiküldött napirend szerinti előterjesztéssel, az készfeltartással jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangulag tartózkodás és ellenszavazat nélkül a képviselőtestület elfogadta. Ugyanez vonatkozik a következő napirend keretében a fővárosi agglomeráció önkormányzati társulásba tag delegálására. Szintén ugyanez a helyzet, amit az előbb elmondtam, nem kívánom ismételni, ehhez a képviselőtestület tagjainak észrevétele, véleményeltérés. Ha nincsen, akkor ismét felteszem szavazásra a kiküldött határozati javaslatot. Aki egyetért vele, készfeltartással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta. Végül a 12. napirend keretében meg kell állapítani a képviselőtestületnek, ha akarja, hogy a polgármester megszűnt jogviszonyával kapcsolatosan kíván-e a törvényi előírásoktól eltérő határozatot hozni, kíván-e több juttatásban részesíteni az előző polgármestert, mint amennyit a törvény neki előír. A kiküldtük a javaslatot, ennek lényege az képviselői felvetésre, hogy a törvényben kötelező 3 havi tiszteletdíj helyett 4 plusz 1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összegű végkielégítésben részesüljön Vince József. Kérem, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, az készfeltartással jelezze. Aki nem, aki tartózkodik, megállapítom, hogy 5 igen, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással Vince József volt polgármestert, foglalkoztatási jogviszonya megszűnésével egyidejűleg, a törvényi kötelezettségen felül további 1 havi illetményének megfelelő összegű végkielégítésben részesül. És végül a képviselőtestületi ülésünk végén én szeretném megköszönni az elődök munkáját, akik jelen vannak, azoknak köszönet nyilvánításunkat egy díszoklevél átadásával szeretnék kifejezni. Kérem először Zsing Géza urat. Thank you.
alakuló ülést ezennel bezárom. Hallgassunk meg néhány gondolatot a legnagyobb magyartól, gróf Széchenyi Istvántól. Gróf Széchenyi István tanításai. Eltem minden pillanatit hazánk előmenetelére, gyarapodására, s nemes kifejlésére fogom őszintén, s leheletem megszüntéig szentelni. Kettőzött kötelesség, hogy ki lelkiismeretesen betöltse helyét, s abból kinek kalandozzék. Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen. Megmutatni iparkodom, hogy a magyar egy erőtől pezsgő fiatal nép, mely csodálatos magasságra emelheti magát, s minden lehet, a közértelmességét és nemzetiségét tökéletesen kifejti. Munkálni nagyban, s ha nem lehet, munkálni kicsiben. De munkálni mindig. Másban csak akkor keresni elmaradást, mikor már rajtunk nem múlt, s mindenek fölött kötelességet teljesíteni, ha más nem teljesíti is. Minél nagyobb az igazság valahol, annál nagyobb a közboldogság. Mióta élek, kimondhatatlan vágy létezik lelkemben. Magyarország kifejtése, a magyar nemzet feldicsőítése ilyen minden csepp véremben. Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársának, hazájának, és ezáltal az egész emberiségnek. Szeretettel invitálok a kamerateremre egy pici hidegtára, egy pohár pezsgőre és üzőre.